Március 4-én elindult a Pincejárat 2023-as évada. Bár a programsorozaton főként a gasztronómiai élmények csalogatnak minket a budafoki pincékbe, most rendhagyó módon egy védelmi célra kiépített föld alatti létesítmény falai közé nyertünk bepillantást. Egy óvóhely mindig jó, ha van a környéken. Ugye régen már a II. Világháború alatt általában, ahol lehetővé tette az épület, a házak alatt is kialakítottak. Ez általában többszintes házak esetén volt megoldás. Egy-kétszintes házak esetén nem megoldás, hiszen nagyon nagy költségráfordítás lett volna, hogy bombabiztos óvóhelyhez jussanak, vagy megfelelő védelmet nyújtó óvóhelyhez jussanak a ház tulajdonosai. Itt a budai oldalon például, vagy akár Kőbányán praktikusabb volt meglévő pincerendszereket átalakítani, vagy sziklaóvóhelyeket építeni, amik adott alapból bombabiztosak voltak a fölöttük lévő szikla réteg miatt, és ezért ezekkel így jártak el ezeken a részeken. A ma a gombatermesztésre használt Sörház utcai légópincét a 70-es években alakították ki, és a hidegháború alatt is folyamatosan készenlétben állt légitámadás esetére. Nem felel meg a mai kor követelményeinek, hogy ez óvóhelyként működjön, de alapvetően 1500 négyzetméteres területre, tehát akár itt több ezer ember is beférhetett volna. Emellett ez azt is lehetővé teszi, hogy két gépcsoporttal rendelkezik az óvóhely, tehát hogy nagy mennyiségű levegőt tudtak cserélni, és teljes elzárkózás esetén pedig oxigéntartályokból tudták pótolni az oxigént. Ez ugye a hidegháború terméke, tehát atombiztosnak is mondható, igazából becsapós egy kicsit, hiszen a nukleáris szennyezés éri a környéket, az nem fog egy-két óra alatt kitisztulni, tehát hasonlóan a Csernobili katasztrófához inkább a kitelepítés lett volna a megoldás, de hagyományos fegyverek ellen, bombatámadás, rakétatámadás, vegyi támadás, ahol ugye a szél, most is érezzük, hogy van egy kis szél az udvaron is, tehát ugye ezt el tudja fújni, azok ellen megfelelő védelmet nyújtott volna a lakosság számára. Lenn az óvóhelyen korabeli tábori vezetékes távközlő berendezésekkel találkozhattak az érdeklődők. Mi több, a könnyű vezeték építést is kipróbálhatták az Erődítmény Történeti Egyesület jóvoltából, amelynek tagjai szenvedélyesen gyűjtik a háborús emlékeket. A fiatalok részére ezek mindenképpen újdonságok, hiszen olyan eszközök vannak, amikkel még a szüleik talán találkoztak gyerekkorukban, mint a betárcsázós telefon, de itt komolyabb katonai berendezésekről is van szó, amik gyűjtők jóvoltából maradtak meg, tehát hosszú éves gyűjtési munka előzte meg ezt a kis kiállítást is, amit itt bemutatunk, és ezeknek a legnagyobb előnye, hogy üzemképesek, tehát összekapcsolhatóak a mai modern rendszerekkel, megoldották a kollégák, és emiatt ki lehet próbálni őket, és bele lehet hallgatni egy kicsit a régi virág hangjaiba. Akik inkább barokk után kutattak a pincékben, azoknak szintén kivételesen a promontórium borlovagra nyitott ajtót. A mai alkalom a lovagrendi borokról fog szólni. Itt vagyunk a lovagrendnek a pincéjében, és ez az első borkos, első alkalom itt a pincéjáton ebben az évben, és ennek apropójában, mivel itt a lovagrendi pincében vagyunk, ezért a lovagrendi tagoknak a borait fogom bemutatni, azokat a borokat, akik hivatalosan is borászat üzemeltetnek. A pincéjárat ez évben a tradíciók éve lesz, és így próbálom így ezeket a borokat, olyan borokat bemutatni, amik itt egy tradíciót, valami tükrözik vissza egy tradíciót. Hogyha a szőlő évet nézzük, akkor reménykedünk, hogy egy idén már jobb évünk lesz, és nem lesz olyan annyira asszályos, mint a tavalyi év volt. Most még egyre minden jó, elég csapadék esett a télen, úgyhogy reméljük, hogy ez majd kitart. A lovagrend szempontjából szeretnénk mindig aktívan részt venni ezeken a rendezvényeken. Tartjuk folyamatosan a lovagrendi nagytanács kerekasztal beszélgetéseinket. Ezen kívül lovagrendünk szeretne majd sok helyen részt venni, és a borklubokat is beindítjuk. A Pincejárat borkóstolóit rendszeresen kiegészíti egy lazább program is kvíz formájában, sőt a bor és a játék egyenesen elválaszthatatlan. Ezek úgy vannak kitalálva direkt, hogy tök mindegy, hogy hány éves vagy, hogy,
hogy milyen az iskolai végzettséged, meg tehát semmi nem számít, mert ez egy szórakoztató történet. Tehát amikor erre eljönnek, akkor vagy azon nevetnek, hogy tudják a választ, vagy azon nevetnek, hogy nem tudják a választ. Tehát valójában senki nem fog úgy hazamenni egy ilyen kvízről például, hogy nagyon butána fog érezni magát, hanem jó, szórakozott, jót evett, ivott, és gyakorlatilag erről szól ez a program. A másik, a borkóstolójáték, pedig az egy viszonylag újabb történet, ugye ezt az egész lame tastinget, így nevezik lame tasting, ezt ugye mi találtuk ki, és azért született ez a játék, mert nagyon sok borkóstolón részt vettünk, amin általában, hát hogy mondjam, szépen kicsit unatkoztunk, hogy hallgattuk a nagy okoskodásokat a szomeliéktől, hogy mit érzünk meg, hogy, és akkor mindenki láttuk, hogy eljátszotta, hogy mennyire professzionálisan ért ezekhez, ami nyilvánvalóan nincs így. És akkor ezt meglovagolva kitaláltunk erre egy játékot, hogy na, akkor teszeljük ténylegesen, hogy miről van itt szó. És nem az a lényege, hogy te mennyit tudsz a borokról, vagy hogy tudod-e, hogy milyen hordó, meg ilyenek, hanem az ízlelő bimbóid, az érzékszerveidre van ez a játék kitalálva. Tudok mondani egy nagyon egyszerű példát, amit nagyon szeretnek ebben a játékban. Például van egy olyan kör, aminek az a neve, hogy a troll, és akkor a szomelé, akivel itt ugye dolgozom, ő elkezd nektek mesélni arról, hogy milyen bort kóstoltok. És ez egy csapatjáték, mindenki együtt van, csapaton belül elkezdik ugye megbeszélni, hogy mi lehet a válasz, és akkor megkapjátok ezt a borleírást, ő mindent elmond, amit megszoktatok egy borkóstolni szomeliétől, és a végén azt kell eldöntenetek, hogy igazat mondott, vagy pofátlanul hazudott, és ez szava nem volt igaz. Tehát nem arra kell itt számítani, hogy milyen műveltséged van neked a borokkal kapcsolatban, hanem arra, hogy mit érzel ki a borokból, hogy félre tudunk-e titeket vezetni, félre tudunk-e titeket vinni a játék során, hogy mondjuk amin elindultatok gondolat, az mégse úgy van. Tehát egy ilyen izgalmas és szintén nagyon szórakoztató programról van szó. A program sorozat minden hónap első szombatján várja a látogatókat, bővebb információ a bornegyed.hu weboldalon található.